Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Városfejlesztés. Gazdasági ügyekről tárgyaltak Szekszárdon. Fegyveres rablás egy kocsolai élelmiszerboltban. Az elkövető csuklóján kattant a bilincs. Farsangi mulatság. Programmal készült a Bonyhádi Gondozási Központ. Klímaszakértő előadása Szekszárdon. Mi lesz a Földdel? Számos napirendi pontot tárgyalt Szekszárd megyei jogú város önkormányzata közgyűlésének gazdasági és városfejlesztési bizottsága. Többek között útépítésről és jelzőlámpák üzemeltetéséről értekeztek. Ülésezett a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Szekszárdon. Lezajlott a körforgalom melletti Obi és a Lidl összekötő út végső terület megvásárlási, beszerzési eljárása. Itt parkolóhelyek megváltása címén a város pénzhez is fog jutni, mondta Máté Péter, önkormányzati képviselő. Amikor elkészül, akkor itt gyakorlatilag a Lidliből az Obi felé, az Obi körforgalomhoz be lehet csatlakozni, és nagyságrendileg lehet gyorsítani a közlekedést, mert akkor ettől kezdve nem kell azt a csatári körforgalmat terhelni tovább, ami egyébként is túlterhelt és kicsi. Ez szerintem mindenképp rövidíti az utat, és javítani fog a város közlekedésén, ha egyszer elkészül, de jelenleg a kivitelezésre nincs pénzünk, csak a beszerzésre volt. Szekszárd jelzőlámpáival kapcsolatosan egy új üzemeltetési karbantartási szerződés jött létre. Ezt az indokolta, hogy a korábbi egyesség lejárt. Beletettük a szerződésbe azért már kikötésként, hogy felmondható legyen, amennyiben sikerül az egész városba levő forgalom irány, városi fenntartásban levő forgalom irányítani a jelzőlámpáknak az újítása, akkor ezt a szerződést nem kell fölöslegesen fizetnünk, nem lesz dupla, akkor az egy másik szerződés keretében történhet akár, vagy a jelenlegi vállalkozóval egy újabb szerződés, az egy másik beszerzés lesz, de jelenleg nem köteleztük el magunkat hosszú távon. A képviselők tárgyalták továbbá az I. és Gyula könyvtár ellátási szolgáltató rendszerrel kapcsolatos bútorbeszerzési teendőket is. A könyvtárnak további bútorbeszerzésre van igénye, és ebbe annyit tudtunk dönteni, ez nem a városi költségvetésbe megy, úgyhogy bízunk benne, hogy jó bútorok lesznek, viszont szekszárdi vállalkozókat is betettünk a lehetővői körbe, hát ha tudnak ők is érvényesülni. Szekszárd Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága összesen több, mint 20 napi rendi pontot tárgyalt legutóbbi ülésén. Egy kocsolai boltban fegyvernek látszó tárgyal akart pénzhez jutni egy férfi. A boltos hölgy ellenállása miatt bevételen nélkül távozott az elkövető. Február 3-án egy férfi az élelmiszerbolt teljes bevételét követelte egy fegyvernek látszó tárgyal. Egy élelmiszerbolt bevételét követelte egy férfi kocsolán, de nem jutott pénzhez. 2024. február 3-án szombaton kora délután egy bolti eladó tett bejelentést a Tolnavár megyei rendőr főkapitányság tevékenység irányítási központjába. Elmondta, hogy kicsivel korábban egy ismeretlen férfi jelent meg az üzletben, először egy terméket szeretett volna megvásárolni, majd a jobb kezében egy pisztolynak látszó tárgyal azt kérte, hogy adja át a bolt bevételét. A kiszolgáló hölgy ellenállására, határozott fellépésére a férfi meggondolta magát, mivel nem jutott pénzhez, távozott az üzletből. A helyszínre elsőként a Dombóvári Kapitányság nyomozói érkeztek, illetve a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság bűnügyesei is. Akik a szemle megtartásával párhuzamosan széleskörű adatgyűjtésbe kezdtek. Először személyleírás alapján megállapították az elkövető kilétét, majd pedig a felkutatására indultak. Még fél nap sem telt el, amikor a 31 éves dalmandi férfi csuklóján kattant a bilincs. Először tagadta, hogy bármilyen bűncselekményhez közel lenne, de a kihallgatása során már részletes beismerő vallomást tett. Kollégáink a lakhelyén megtalálták az elkövetéskor viselt ruházatát, és azt a gázriasztó pisztolyt is, amivel a kérését nyomatékosítani kívánta. A vármegyei nyomozók őrizetbe vették a férfit, és indítványozták letartóztatását, időközben pedig a bíróság már le is tartóztatta. A férfi ellen fegyveres rablás büntet kísérlete miatt indult eljárás. Most rövid híreink következnek. Juhász Anna irodalmár legújabb kezdeményezése a Sanctum, azaz Szentély. A rendezvénysorozat keretein belül a kultúra és a művészet élményét viszi el a kistérségek településeire a Petőfi Kulturális Ügynökséggel együttműködésben.
Ezúttal a dombóváriak töltöthettek Főranikó, Jászai Mari díjas, színművész, valamint Rutka Róbert zeneszerző és zenész triológusával a művelődési házban. November óta vagyunk úton, legfőképp kistérségekbe látogatunk el, és olyan közönséget igyekszünk megszólítani, aki nyitott az irodalomra és az összművészeti programokra. A sorozatnak az a neve a Sanctum, ami több dolgot takar, számomra egy ilyen gyerekkori ötlet vagy kérdés, hogy mit jelent az, hogy szentély, mi az a szentség, és hol van ez a mi életünkben, hogy felismerjük-e azt, hogy például művészettel foglalkozni, vagy a művészetet beemelni a mindennapi életünkbe, az lehet egy szanktum, amit mi magunknak teremtünk. Ha elhisszük, hogy az állandóság az egy versben, egy képzőművészeti alkotásban, vagy egy dalban van, ami elkísér minket. Úgyhogy ezzel a szanktummal járjuk most az országot, és jó visszatérni olyan helyekre, ahol már korábban tartottunk előadásokat, vagy rendhagyó irodalomórát, mint itt Dombováron. Januártól újra birtokba vették az óvodások a megújult dombóvári szivárvány óvoda tanuszodáját. Gyerekek az úszás alapjait korszerűbb környezetben sajátítják el. Hétvégenként babaúszásra is lehetőséget biztosít az intézmény. A gépészet és a lámpatestek cseréjét és a tisztasági festés saját forrásból finanszírozta a Dombóvár város önkormányzata. Eseménydús hónapokat tudhat maga mögött a Gyönki Önkéntes Tűzoltó Egyesület, számolt be Téli Róbert, a szervezet parancsnoka. Január 20-án egy elektromos elosztó miatt keletkezett tűzesetet számoltak fel helyben, az Erdősor utcában. Másnap ismét a mentőszolgálat kérésére vonultak az önkéntesek, míg január 27-én kéményben lerakódott korom izzott szakadáton. A tamási önkormányzati tűzoltókkal kiegészülve a gyönki önkéntesek felügyelték az izzást és megakadályozták, hogy a tűz a lakóházban komolyabb károkat tegyen. Farsangi mulatságot rendezett idősek számára a Bonyhádi Gondozási Központ. A szépkorúaknak műsorral és ételekkel kedveskedtek az intézmény dolgozói. Farsangi ünnepet tartott a Bonyhádi Gondozási Központ az idősek klubja tagjainak számára. Az eseményt minden februárban hagyományosan megrendezik. Ezzel a mulatsággal búcsúztatják a telet és szórakoztatják az időseket, mondta Hang Beáta. Most a jövőt szeretnénk bemutatni, ahogy mi elképzeljük, ugyanis polgármester asszony már elmondta, hogy megvásárlásra került egy új ingatlan, ahol egy új idősek otthona fog épülni, így bővülni fogunk, egy 51 fős intézményt készülünk létrehozni, és akkor egy kicsit ennek a fényében szeretnénk bemutatni a jövőt. A szervezők jelmezes műsorral készültek. Az idősek klubja dolgozói számára kifejezetten fontos, hogy a szépkorúak hasznosan töltsék el a szabad idejüket. Talán visszaidézzük neki a fiatalabb korukat az időseknek, és hát hogy kikapcsolódnak itt a farsangon, ugye találkoznak újból egymással, egymást látják, meg tudnak különböző dolgokat beszélni, ami a hétköznapokban történik velük, és jól érzik magukat nálunk szerintem. Klem Józsefné augusztus óta tagja az idősek klubjának, elmondása szerint a közösségben rendkívül jól érzi magát. Minden elismerésem a gondozónőké és a társaságé, és nagyon jól érezzük magunkat mindig a műsorukon, és mindig nagyon kedvesek, és nagyon nagy szeretettel fogadnak bennünket, úgyhogy nagyon jó érzés. A szervezők hagyományokhoz híven a jövő évben is megtartják a farsangi mulatságot. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. Ütemesen, zavartalanul folynak a paksi atomerőmű bővítési munkálatai, amely projekt lehetővé teszi Magyarország energiabiztonságának fenntartását, a rezsicsökkentés eredményeinek megőrzését és a környezetvédelem további erősítését, mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Tavaly év végén lezárult a 2,7 kilométernyi résfalazás, most a talajszilárdítási munkálatok zajlanak, amelyek nagyon fontosak a leendő erőmű biztonsága szempontjából. Ezzel majd a jövő év közepére fognak végezni, addig 70 ezer cölöpöt kell a földben változó mélységben elhelyezni, amelyekből eddig 3 ezer van meg. A kormány a leginkább érintett szektorok vállalkozásainak villamosenergia szerződéseiben magasan rögzített árakat szorított a kezelhetőbb szintre az áramárplafon tavaly nyári bevezetésével.
Júliustól decemberig több mint 5000 cég jutott így a korábbiaknál sokkal olcsóbban áramhoz a feldolgozóipar, szálláshelyszolgáltatás és raktározás ágazatokban. Az állam szeptembertől a tényleges felhasználási adatok alapján havonta térítette meg az energiakereskedők bevétel kiesését. A február elejével összesített teljes költségvetési ráfordítás mintegy 36 milliárd forintot tesz ki, összegezte közleményében az Energiaügyi Minisztérium. A rendőröknek is érkezett a megemelt fizetés, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence közleményében azt írta, január 1-ével 56 ezer hivatásos állományú rendvédelmi dolgozó illetménye emelkedett, bruttó 79.500 forinttal. A megemelt fizetést első alkalommal február első napjaiban utalták át számukra. A hivatásos állomány másfél évvel korábban már részesült bruttó 116 ezer forint illetményemelésben, ezt követte a mostani. Balogné Gál Zsófia klímaszakértő tartott előadást a Babits Mihály Kulturális Központban Szekszárdon. A rendezvényen bolygónk jövője volt a téma. Rendkívül aktuális témában hallhattunk előadást Balogné Gál Zsófiától, aki elmondta, hogy eddig nem a legjobb irányban haladunk környezetünk, bolygónk, így saját életünk tekintetében. Nem veszük tudomásul, hogy minden mindennel összefügg, a vezetők pedig egy-egy részletre vonatkozóan hoznak csak döntéseket. Sajnos nagyon érzékeljük azt, hogy hiába a sok-sok egyezmény, hiába a sok-sok szabályozás, tehát már nagyon sokan ugye, akik a beruházói oldalon jelennek meg, vagy a gazdaságnak a termelői szegmensébe, ők úgy érzik, hogy már akkora nyomás van néha a környezetvédelem miatt. Sajnos azonban ezek nem érik el a céljukat, tehát én úgy érzem, hogy majdnem minden esetben sikerül megtalálni azokat a kiskapukat, vagy tényleg csak egy-egy apróságra koncentrálunk, ahelyett, hogy rendszerben közelítenénk meg ezt a kérdést. A növekedés korlátozott volta egy véges kiterjedésű földön minden gondolkodó ember számára nyilvánvaló tény. A víz, a klíma, a levegő, a termőtalaj és az élővilág sokszínűsége mind-mind indikátorai ezen korlátozottságoknak. Arról szól igazából az előadás, hogy a 70-es évektől kezdve, ugye, hogy az egyezmények haladnak, és miket kellett volna elérni, hol vannak sikereink, de ezek a sikerek esetleg áttételesen mégis mit okoztak, és hogy állunk most, és hát természetesen beszélek majd a forgatókönyvekről, hiszen nyilván a jövőt senki nem tudja megmondani. Én hiszek abba, hogy még függ az, hogy melyik utat választjuk, és azért még lennének lehetőségeink, de bizony a forgatókönyvek azok eléggé pontosak, és az elkövetkezendő 30-50 évre bizonyosan jól látjuk azt, hogy a választásunktól függően milyen folyamatok várnak ránk. A klímaszakértő szerint az utolsó órában vagyunk, amíg még dönthetünk arról, hogy milyen jövő felé megyünk tovább. Regionális híreink következnek. Nem engednek a tárgyalófelek. Érik az újabb buszos sztrájk Pécsen. Hangszert a kézbe, Siófokon a könnyűzenei játéktér. Farsangi fánkverseny Pécsen. A vásárcsarnokban várják a kóstolókat péntekig. Nincs megállapodás a pécsi buszos cég vezetői és munkavállalói között. Nem kerültek közelebb az idei béremelés lezárásához a felek. A szakszervezet a kudarc miatt újabb sztrájk szervezését kezdheti meg. Egyelőre sikertelen a bértárgyalás a munkáltatóval, mondja a Tőkebusznál működő Szolidaritás Autóbusz Közlekedési Szakszervezet pécsi vezetője. Nem tudtak még megállapodni az idei béremelésről. Ugye már a negyedik bértárgyalás volt január 30-án, munkáltatóval nem sikerült újból megegyezni. Ugye az új ajánlata igazából nem növekedett jelentősen, ugye csak az egyéb állomány tekintetében emelt 0,5%-ot. Úgyhogy felmérést végeztünk a munkavállalók körében, ők ragaszkodnak a 20%-os keresetfejlesztéshez, ezért február 9-ével egy újabb egyeztető eljárás kezdeményeztünk a Tükörbúz Zrt-vel. A sikertelen megbeszélések után újra napirendre került, hogy megint munkabeszüntetésre kerülhet sor. Ezt a szakszervezet levélben jelezte a cég vezetőjének, illetve azt is, hogy február 9-én újra tárgyaló asztalhoz ülnének. Azt követően nem születik megállapodás,
és nem kapunk egy megfelelő béremelési ajánlatot, akkor ugye február 27-28-án újabb munkabeszüntetésre kerül egy sor. Persze ez bizonyos mértékben a munkáltatónak is jó, mert ugye akkor nincs üzemanyagköltség azokra a járatokra, amelyek nem mennek el, illetve ugye hogy a szájban észrevőgép kocsivezetőknek bért se kell fizetni, tehát egy megtakarítás. Utal viccesen a cég jelenlegi helyzetére a szakszervezeti vezető. Természetesen hosszú távon ez nem megoldás, hiszen a buszvezetők türelme is véges, és előbb-utóbb elhagyják a céget, ha nem kapnak megfelelő bért. Egy bizonyos létszám alatt pedig veszélybe kerül a jelenlegi menetrend teljesítése, mondja a szakszervezeti vezető. Ők ugye a 17,7%-os alapóra bérfejlesztést javasolták a gépkocsivezetőknek, de hogyha az az fölötti juttatás pedig kiszámíthatatlan a munkavállalóknak. Tehát egy család költségvetését, meg hogy mennyit fog kapni a következő hónapban, erre nem lehet alapozni, hogy vagy kap, vagy nem, mert ugye nem egyenlő mértékben részesülnek belőle, illetve hogyha részesülnek is, akkor vannak olyan időszakok, például ugye a szabadság, illetve a táppénzzel telesnek ezektől a juttatásoktól. Ráadásul a nyugdíjnál sem jöhet számításba a juttatás mértéke, mondja Raposa Gábor. Ezért ragaszkodnak az alapórabér emeléséhez, míg a város a juttatásokat emelné, amik egy tolvonással visszavonhatók. Az önkormányzati cég képviselői és az autóbuszvezetők szakszervezete tehát február 9-én újra tárgyalni fog a bérrendezésről. 75 városban több, mint 150 ezer látogatót vonzott idáig a Hangszert a kézbe könnyűzenei játéktér és ismeretterjesztő sorozat. Az interaktív kiállításon rendhagyó énekórák, bemutatók és koncertek viszik közelebb a zene élményét a gyerekekhez. Siófokon február 6-a és 8-a között találkozhatnak a zenészekkel és a hangszerekkel az érdeklődők. Elvarázsolta a gyerekeket a rögtönzött gitárszóló a Hangszert a kézben 8. évadának siófoki állomásán. A gyerekek maguk is kipróbálhatták a hangszereket. A ritmus maga, ami nagyon megfog benne, mint igazából szinte szerintem az összes másik hangszerben. Én szeretem azokat a dolgokat, amik így ritmushoz vannak kötve. Maga a zene is ugye ezért leköt a maga foglalkozása, amellett, hogy ugye hallgatni élmény, készíteni meg annál inkább, de a ritmus az, ami nekem így megfog, és ugye dob, az ezen alapszik. A szervezők célja, hogy minél közelebb hozzák a zene szeretetét a fiatalokhoz. Azt remélik, hogy a program segítségével a gyerekek újra közösségi élményeket szereznek, és nem az okos eszközökkel járó elszigetelődést választják. Én azt gondolom, hogy a zenélés, a hangszerrel élés, az egy óriási lehetőség ehhez. Egyrészt azért, mert tényleg együttesekbe szervezi őket, együttműködésre kényszeríti őket. Az, hogy egy közösség tagjaivá válnak, aktív tagjaivá, azért a közösségért küzdeni kell. Ez szerintem óriási lehetőség. Sajnos a mi hazánkban valahogy úgy alakult a helyzet, hogy nagyon kevesen játszottak hangszeren. Míg 2008-ban a lakosság mindössze 8%-a játszott valamilyen hangszeren, ez 2022-ben már 23% volt. A szervezők abban bíznak, a program is hozzájárult ahhoz, hogy egyre többen kezdtek el valamilyen hangszeren játszani. Siófok után Újpestre, majd Vácra látogat az országjáró könnyű zenei sorozat. Elindult a második farsangi fánkverseny Pécsen. A vásárcsarnok vendéglátó egységei péntekig várják a kóstolókat. Szavazatok alapján dől el, kié a legjobb farsangi fánk idén. A tavalyi győztesnek járó kupa, mellette az idei megmérettetés táblája. Február 6-án indult a pécsi vásárcsarnokban a háromnapos második farsangi fánkverseny. Az üzlet tulajdonosa azt mondja, bár egészségügyi nehézségei vannak, de szeretnék megvédeni a tavalyi elsőségüket. Szeretnék megvédeni természetesen. Habár én beteg vagyok, csipőműtét előtt állok, egyel már túl vagyok tavasszal, úgyhogy
Mégis egy kicsit, ez nagyon fontos, igen. A receptben nincs semmi újdonság, azonban a vendégek számát alul becsülték az első napon. Csak a hagyományos farsangi fánggal készültünk. Hát meg vagyok lepődve, hogy hirtelen ilyen sokan vannak, ha bár tavaly is rengetegen voltak szombaton, de akkor szombat volt. És nem mertem készülni, úgyhogy fél árgolcom van most még a következő adag. A másik versenyző egységnél úgy gondolták, szakmai kötelességük benevezni. Mi lángossütőként illik, hogy megmutassuk, hogy másra is képesek vagyunk, úgyhogy idén is megpróbáltuk. Idén is alulbecsültük az érdeklődők számát, úgyhogy holnapra dupla mennyiséggel készülünk, mert úgy látszik, hogy a fánk az nem fog soha kimenni a divatból, és kutya kötelességünk kiszolgálni az igényeket. A verseny különleges résztvevője a vásárcsarnok kínai kifőzdéje. Hát kínai fajtomak el, csörök el, fankot sütöttök. Aha, más, mint a magyar fáj? Más? Nem, nincs más. Szerintem az magyarul. Magyar tanultok. Igen? És Kínában esznek ilyen fánkot? Hát, ilyesmit? Vagy más? Más fajta. Nincs ilyen. Minden vendéglátó egységnél hamar elkapkodták a fánkokat. Fiatalok, idősek lelkesen és érdeklődve fogyasztották a lekváros nutellás farsangi finomságot. Láttam a hirdetést, és gondoltam, hogy megnézem, mert én is sütök fánkot, és ezt talán tanulunk még valamit. A kóstolás után szavazhatnak a vendégek. Ebben a dobozban gyűjtik ezeket a lapokat, és pénteken összesítik a voksokat. A legtöbb szavazatot kapó vendéglátós megkapja a győztesnek járó kupát a második farsangi fánkversenyen a pécsi vásárcsarnokban. Végül mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Városfejlesztés. Gazdasági ügyekről tárgyaltak Szekszárdon. Fegyveres rablás egy kocsolai élelmiszerboltban. Az elkövető csuklóján kattant a bilincs. Farsangi mulatság. Programmal készült a Bonyhádi Gondozási Központ. Klímaszakértő előadása Szekszárdon. Mi lesz a földdel? Csütörtökön a déli országrészben élénk, gyakran erős szél fúj, míg másút mérsékeltebb lesz a légmozgás. Reggel általában borult lesz az ég. Délelőtt csökken a felhőzet, majd délután már általában napsütéses idő valószínűbb. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!